magyar kultúra mélységéről és érdekességeiről beszélgettünk Kiss Kálmánnal a József Attila könyvtárban. Mint azt elmondta, a magyarság tudat egy rendkívül fontos eleme a nemzeti himnusz, de sokan félreértik, illetve másként értelmezik az alkotást. Ennek apropóján osztott meg részleteket az írott művel kapcsolatban. Kölcsei a vers első részében, ahol a sikerekről beszél, felsorolja a katonai diadalokat, de csak úgy általánosságban. Konkrétan név szerint egyet emel csak ki, nem a Nándorfehérvári diadalt, hanem azt, hogy Mátyás király 1485-ben elfoglalta Bécset. Erről nagyon nagy erővel, jobban büszkeséggel, ellentétet, alliterátot alkalmazva így ír, ugye? És nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. Szerinte ez volt a legnagyobb haditettünk. Mikor ünnepeljük? Mikor emlékezünk rá? Szinte soha. Hát ez nagyon-nagyon érdekes. A költő úgy folytatta, a különös tartalmi elemek mellett véleménye szerint a himnusz általunk énekelt stílusa nem helyes. Ennek kapcsán azt mondta, sokan úgy gondolják, hogy a vers bús és szomorú. Valójában más stílusban előadva igen sok erőt rejt magában. Közepes gyorsasággal, mert eredetileg ez szerepel a kottán is andante, ugye, és ünnepélyességgel kell énekelni, de erősen tagolva, kemény hangsúlyokkal és markáns szünetekkel. Hát mondjuk úgy, hát én nem vagyok énekes, de Isten áld meg a magyar jó kedvel, bőséggel, nyújts felé védőkart, ha küzd ellenséggel, balsoros a kitri. Hát ökölbe szorul az ember keze és a szíve is. Ez lenne véleményem szerint a helyes, helyes éneklési mód. Kiss Kálmán hozzátette, a himnusz mondani valójának megerősítése végett egy új, úgynevezett 9. versszakkal egészítette ki a művet. A himnusz ugye 8 versszakból áll. Én megpróbáltam írni egy 9. hozzá, hogy nyilvánvalóvá váljon a burkolt, rejtett tartalom. Ez így szól, adj végre esélyt nekünk munkára s a harcra. És nem ismersz majd Istenünk többé a magyarra, mint a szikla. Egy leszünk, s olyan erőnk támad. A vészekből kimentjük szívünket, hazánkat. Ez, tehát nem úgy fejeződik be így az egész, hogy szánd meg Isten, hanem emégyen egy ilyen harcos, elszánt mondani valóval. Ami lényegében a versből következik, csak nincs megfogalmazva, kimondva. Hát én megpróbáltam kimondani. Az irodalom kedvelők számára Kiss Kálmán szívesen ajánlja a Versbarátok Klubja Dunaújváros estéit, találkozóit is, ahol ehhez hasonló témákról is beszélgethetnek a klubtagokkal.